A Lékenz kapitány elégedettségét kiváltó fehér orosz egy-egy után egy jóval nagyobb falat következik holnap a magyar labdarúgó válogatott számára. A VB résztvevő ausztrálokat fogadjuk, amely csapat 4-0-ra verte legutóbb a cseheket. Ellenfél megfigyelőket, az Ausztráliában dolgozó Gancser Gábort kapcsoljuk most Brisbane-ben. Szia Gábor, jó reggelt kívánok! Szervusz, Pali, jó reggelt a nézőknek! Gábor, feltérképezted a magyar csapatot is? Az én megbizatásom igazából a VB selejtező sorozatra szólt, úgyhogy a magyar válogatottat nem térképeztem fel. De azért megnézted a magyar fehér orosz meccset? Sajnos nem tudtam, csupán az összefoglalót láttam, viszont élőben néztem a helyi sportcsatornán a Csehország elleni mérkőzést, úgyhogy az ausztrálokat egy kicsit jobban ismerem manapság, mint a magyar válogatottat. De azért természetesen láttál, gondolom, valamit a magyar válogatottból az elmúlt időszakban, meg hát azért az ismereteid megvannak, de adatok tömege ide vagy oda, mit mond a lényeglátásod? Milyen benyomásaid lehetnek most így távolról erről a, hát nem tudom, átmeneti helyzetben lévő, új szövetségkapitánnyal dolgozó, egyelőre igencsak döcögő magyar csapatról? Nem szeretnék diplomatikusan fogalmazni, azt gondolom, hogy a 2 évvel ezelőtti magyar válogatott, amelyik az Európa-bajnokságon harcolt, jó eséllyel vette volna föl, venni fel a harcot az ausztrál váltotta, de a Socceroos jelenleg egy formában lévő, a VB-re élesített csapat benyomását kelti a számomra, úgyhogy mindenképpen a holnapi találkozón második hazám Ausztrália csapatát tartom esélyesebbnek. Azt gondolom, hogy a magyar válogatottnak még néhány hónapja van arra, hogy kialakítson egy újabb erős keretet. Sajnos igazán a reményt nem látom arra, hogy ez valóban meg is valósul. Ha az a kérdés, hogy ez a remény az erős keret kialakítására miért nem tud megvalósulni, akkor sokan azt mondják, hogy ebből a magyar válogatottból ellentétben még az EB-n látott és azóta visszavonult néhány kulcsfontosságú labdarúgó után a vezéregyéniségek hiányoznak. Kiket látsz te egyáltalán, vagy gondolsz ma a magyar futballban most regnáló és játszó focisták közül kulcsfigurának, akik válogatottak? Igazából 9 éven dolgozom külföldön, ahogy a magyar váltott összeállítására szurkolói rálátásom van. Az ausztrál váltott most először játszik hazám ellenében, úgyhogy nem merészkednék mély elemzésekre, de úgy gondolom, hogy generációváltás nem történt meg, és a magyar váltottban áramló, magyar labdarúgásban áramló pénzek java része nem a megfelelő helyekre jut. Azt hiszem, hogy sokkal hatékonyabb utánpótlás képzés kell először kialakítanunk, és 5-10 év múlva valószínűleg ennek a gyümölcsét is élvezhetnénk. Zárójelben teszem hozzá, hogy Ausztrália mintegy 8-9 éve meglógolva a 2006-os, majd a 2010-es világbajnokságra való kijutás egy nemzeti alaptantervet tett le az asztalra, és gyakorlatilag minden első és másodosztályú klub ezt követi Ausztráliában. Tehát létezett egy terv, és a terv, ha jól értem, nem arról szólt, hogy akkor a következő években minél több ausztrál költségvetési támogatást szerezzünk meg, hogy azokból működtessük az ausztrál futballt, illetve az ausztrál labdarúgó első osztályt. Ez elképzelhetetlen Ausztráliában. Valószínűleg megkockáztatom, lehetséges, hogy kevesebb pénz van az ausztrál labdarúgásban, mint jelenleg a magyarban. Ugye Ausztráliában egy nagyon erős rugby kultúra, ausztrál futball kultúra létezik, cricket és egyéb más csapatsportágok is ugyanazért a szponzori támogatásért, illetve némi nemű állami támogatásért hajtanak, úgyhogy ez már csak financiálisan is elképzelhetetlen. Itt a hangsúly igazából elsősorban utánpótlás szinten az első osztály 10 csapata, ma már akadémiákat üzemeltet, mögöttük pedig hát egy elég nagy eséssel, de mivel itt az államokban szerveződik a másodosztály, mint egy 100 másodosztályú klub versenyez, és valamennyi másodosztályú klub akadémia is az úgynevezett nemzeti kurikulumot, a nemzeti futball alaptantervet oktatja. Ennek ma már eredménye az, hogy például a válogatott az oroszországi VB-re eljuttatta a 19 éves Daniel Arzánit, aki nyilvánvalóan az egyik letéteményese a jövő ausztrál válogatottjának.
Ausztrália egyébként hosszú menetelés után jutott ki a világbajnokságra. Egy ilyen siker után miért kellett vajon kapitányt cserélni? Igazából a kapitány saját maga döntött úgy, hogy lemondjon, több mint 4 éven keresztül vezette a válogatottat. Valószínűleg ebből belefáradt, és kiváló ajánlatot kapott minden azonáltal Japánból is, ezért távozott. Bernd van Marwijk, a jelenlegi holland szövetségkapitány megbízatása csupán a világbajnokságra szól, és ezután már most tudjuk, hogy tiszta lappal kezdhet egy ausztrál kapitány Graham Arnold, aki az elmúlt 2 évben a Sydney FC-vel megnyerte a bajnokságot. A holland szakember nagy név, világbajnoki ezüstérmes szövetségi kapitány, gyorsan befogadták a szurkolók, a szakemberek, tudva persze azt, hogy itt egy kifejezetten egy világbajnoki szereplésről szól ez a megbízatás. Gyakorlatilag Bert egyfajta berepülő-kirepülő kapitány az Ausztrália számára, mivel a világbajnokságot Oroszországban rendezik, ezért úgy döntött, hogy valamennyi felkészülési mérkőzést beleértve az edzőtábort is Európában tartja, úgyhogy gyakorlatilag őt itt Ausztráliában alig-alig láttuk bemutatása óta. Az Ausztrál 23-as keretben is csupán 3 olyan játékos található, aki az élikben szerepel, 20 játékos pedig, többsége pedig Európában. Ugyanakkor azt hiszem, hogy semmi gond nincs ezzel a magatartással, ő egy rövid távon eredményt elérni óhajtó kapitány, és ennek érdekében egy viszonylag stabil 4-2-3-1-es játékrendszerben játszhatja az ausztrál váltottat, holnap is erre számíthatunk tőlük, és eredménycentrikusságra, ugyanakkor megőrizve az ausztrál futball játékosságát. Lehet, hogy furcsa, hogy ezt mondom, hogy az ausztrál futballban játékosságról beszélünk, de azt hiszem, aki látta a Socceroost az elmúlt 5-6-7 évben, nyilvánvalóan tudja, hogy nem egy rúg és fúst típusú válogatottról van szó, hanem egy a futballt játszóról. A csehek elleni győzelem ráadásul, hogy te is mondtad, jelzi, hogy a VB-re történő felkészülés különböző stádiumait átlépegetve itt a csapat kezd már formába lendülni. A magyarok ellen mi a cél? Góltermelés? Azt gondolom, hogy igazából a csapatba való kerülésért harcolnak a játékosok, nem pedig egyéni sikerért. Matt Ryan kapus, illetve talán mondanám Aaron Moy, a Huddersfield középpályása kivételével a további 9 kezdő játékos pozíciója abszolút nyitott még a válogatottban, úgyhogy aki pályára lép, biztos vagyok benne, hogy 100% vagy a fölött akar nyújtani, hogy meggyőzze a kapitányt arról, hogy Franciaország, Dánia és Peru ellen is kezdő csapatban lehessen. Ha szabad ilyet tenned, mit javasolnál a magyar válogatottnak, mit ne játszon, illetve mit játszon inkább holnap este az ausztrálok ellen? Nagyon furcsán hangzik, hogy egy otthon játszó válogatottal, de hogyha területet engednek, a Matthew Leckie, illetve Robbie Cruz fémjelezte szélső hátvédeknek, illetve maga a középcsatár valószínűleg Andrew Nebut vagy Jamie McLaren a Scott Hibernians-ból is rendkívül gyors játékosok, amint területhez jutnak, ők mindig készek a védelem mögé bejutást forszírozni, labdák, mélységbe indítások rövid passzok után következhetnek, úgyhogy igazából, hogyha területet kap az ausztrál válogatott, akkor a labdatartásból nagyon hirtelen és hatékonyan tudnak előre mozdulni. Nem tudom, hogy Magyarország megengedheti-e magának, hogy hazai pályán mélyebben játszon, valószínűleg nem. Valószínűleg nem is különösebben fontos, hogy az ausztrál váltott mit tesz. Úgy gondolom, Magyarországnak a saját portáján kell először sepregetnie, és nekünk is a következő sorozatra kell felkészítenünk a csapatot, mint sem Ausztrália ellen. Gábor, végül azt mondnak, hogy mit vársz az ausztráloktól a VB csoportban, reális célkitűzése ebből a 4-esből a továbbjutás? Valószínűleg nem reális, de az ausztrál válogatott mentalitásban, mint a játéktudásban is képes lehet meglepetést okozni. Franciaország olyan játékosokat
nem engedett be a VB keretébe, akik bármelyik más nemzeti 11-ben kezdő játékosok lennének. Valószínűleg Dánia, Peru és Ausztrália közül én azt mondanám, hogy 33-33% eséllyel, egyforma eséllyel kerülhet ki a második helyezett. Furcsa helyzetben vagy, holnap este mi a helyzet? Hajrá, magyarok? A szívem szerint döntetlenért szorítok, de azt hiszem, hogy a VB-re készülve Ausztrália a formában lévő csapat, és talán ezt az eredményjelzőn is visszatükrözik majd. Gábor, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Minden jót, szia! Köszönöm, minden jót, szia!